1904 tavasza. Barátság minden áron. Tavaly áprilisban kezdődött minden. Akkor még Mount Bedfordban éltem nagymamival, aki fejébe vette, hogy tisztelettudó ifjú hölgyet farag belőlem. Azon a bizonyos napon engem viszont csak az érdekelt, hogy Samantha! Kerüljek minél messzebbre Eddie Rylandtől. Samantha! Olyan buta vagy, hogy szerinted 3x4 az 12. 3x4 igenis 12. És ha nem hagysz békén, megkeresem a pénzes üvegedet, és a folyóba hajítom. Ahhoz túl buta vagy. Eddie Ryland, te... Gyere vissza, Eddie Ryland! Ekkor ismertem meg új barátnőmet, Nelly Omáit. Kik ezek? Az új cselédjeink. A nagyobbik az én cselédem. Túl fiatal, hogy cseléd legyen. Talán az édesanyja az. Ez csodás, apa. Igen, az. Nézd a vizet. Gyere, Bridget. Fáradt vagyok. Tudom, kicsi. Tudom, hogy éhes vagy, Jenny, de várnod kell egy kicsit. Ez gyönyörű. Szerintetek használják? Nem tudom, lovakat még nem láttam. Itt fognak lakni. Csak egy szobájuk lesz. Tökéletes, köszönjük. Éhes vagyok, Nelly. Bírd ki még egy kicsit. Nézd, Nelly, a kapunál. Jaj, Nelly. Látod, mit tettél? Nem én voltam. Egy kővel betörted az ablakot. Megmondalak, ha nem adsz rögtön egy penit. Nekem nincsen pénzem. Egy centet sem kapsz tőle, Eddie Ryland. Ha tovább kellemetlenkedsz, akkor megmondom anyukádnak, hogy az ő alsó szoknyájából csináltál sárkányt. Ó, halálosan rettegek, Samantha. Edward! Edward! Van egy feladatom a számodra! Edward! Edward, hol vagy? Köszönöm, kisasszony. Samantha vagyok. A szomszédban lakom. Nelly vagyok. Én pedig Jenny és Bridget. Örülök a szerencsének. Ne is törődjetek vele. Muszáj lesz, kisasszony, ha meg akarjuk tartani a munkánkat. Nelly, gyertek, kérlek. A Mount Bedfordi iskolába fogsz járni. Lehet, hogy osztálytársak leszünk. Én nem járok iskolába. Mi dolgozni jöttünk. Oh. Holnap láthatlak? Mint ahogy már mondtam, én dolgozni fogok. És ahogy ezt a helyet elnézem, nem is keveset. Samantha! Hoppá! Viszlát, Nelly! Viszlát, Bridget! Viszlát, Jenny! Viszlát! Viszlát! Most hozták ezeket a virágokat. Gyönyörűek. Rylandéknek új cselédjeik vannak. Egy apa a három lányával, korombeliek. Samantha, nézd a harisnyádat. A nagymama már nem lesz tőle elragadtatva. Igen, Mrs. Hawkins. Ne felejts el kezet mosni. Igen, Mrs. Hawkins. Szervusz, Samantha! Szia, nagymami! Remélem, alapos okod volt arra, hogy elszakítsd a harisnyádat. Leestem. Sajnálom. Nem futottál, ugye?
Mikor leestem, nem. Lassan járj, tovább érsz. Igen, nagymami. Tudtad, hogy három lány... Majd a teánál elmondott, kedves. Most gyakorolj. Három kislány költözött a Samantha, szomszédba. Samantha, kérlek, kezd el. A délutáni posta, asszonyom. Köszönöm, Jessie. Tegye az asztalra, kérem. Igen is. Jött valami Gárd bácsitól? Később bontjuk fel a leveleket. De akkor jön haza, amikor mondta. Ugye nem kis tele a hajunk? Samantha, kérlek, fejezd be a gyakorlást. Ne hívj kisasszonynak. Bajba kerülök, ha nem teszem. Oh. Mondd, honnan jöttetek? Hol laktatok azelőtt? New York Cityben. Ó, oh, Gárd bácsikám is ott él. Apával egy gyárban dolgoztunk. Te egy gyárban dolgoztál? Igen, de... Apa úgy gondolta, hogy vidéken jobb életünk lesz majd. Az édesanyád hol... Meghalt kisasszony. A télen. Ha nem jársz iskolába, kölcsönadhatom neked a könyveimet. Nem mennék sokra velük, csak ha tele vannak képekkel. Oh. Anya meg akart tanítani olvasni, de... Majd én megtanítalak, minden nap a sövény mellett tanulhatnám. Nem lehet, kisasszony. Dehogy nem. Hozhat magaddal valami munkát is, stoppolást vagy ilyesmit. Valamikor csak leülsz te is, nem? Én meg odaülök melléd, a tanulás nem nehéz, de tényleg. Köszönöm, Jessie. Tegye csak le az asztalra, kérem. Jessie! Kisasszony? Hány évesen kezdtél el cselédként dolgozni? Hozzak még valamit, asszonyom? Köszönöm, nem, Jessie. Ez lesz minden. Samantha! Igen? A cselédekkel nem beszélgetünk személyes dolgokról. De a konyhában mindenféléről ez be... itt nem a konyha. A jó háztartás titka az, hogy mindenki tudja, hol a helye. Megértetted? Igen, nagymami. Jó. Élvezed a hímezgetést? Igen, nagymami. Akkor biztos nem is érdekel ez a csomag, amit neked címeztek. Gárd bácsitól jött. Hogy érhetett ide előtte? Hisz ő csak három hét múlva jön. Ó. Oh. Oh, mi ez? Egy képvetítő. Ó. Oh. Azt írja, tegyem be az első diát, és meglátom éppen hol van. Tessék. Oh. Istenem, ez Párizs, az Eiffel-torony. Mintha ott lennénk. Gárd bácsi mindig olyan jó ajándékokat választ nekem. Júliusban egy egész hétre elvisz a Szent Louis-i világkiállításra. Japán pagodákat és templomokat fogunk látni. Magyaróvajat és battacukrot eszünk majd. Vajat csinálnak a magyaróval? Gárd bácsi ezt mondta. És mi az a vattacukor? Rózsaszín cukorból készül, és egy pálcikára tekerik. Gárd bácsi, a legjobb ember a világon. Még a szüleidnél is jobb. Valami rosszat mondtam? Ideje elkezdeni az olvasást. Nem akartam megbántani az érzéseidet. A szüleim meghaltak, mint az anyukád. Csak ők egy balesetben, a folyón. Mindketten. Uh-huh. Ez szörnyű.
Nem tudom, mihez kezdenék apa nélkül. Megmutassam őket. Mind a ketten nagyon szépek. Anya gyakran énekelt. Néha még most is hallom a hangját. De mindig elhalkul. Tudom. Bárcsak megkérdezhetném nagymamit, de neki nagyon fájdalmas anyáról mesélnie. Így mindig közel vannak hozzám. Örülök, hogy itt vagy, Nelly. Remek barátnők leszünk. Nekem még soha nem volt igazi barátnőm. Most már van Nelly O'Malley. Örök barátok. Örökké. Gyere. Nézzük csak. Haj. Há. Ló. Kinél van a hajháló? Ez az S betű. Szép szó. Száj. Szép. Szombat, szent este. Mit süt kis szűcs? Tehát sós húst süt kis szűcs. Piros csíkos cincsészében cukros. Ügyetlen vagy, Jenny. Bridget! Túl gyorsan csinálod. Lassabban tekerd. Tárd szét a karod. Most próbáld, Jenny. Jenny, miért nem beszél? Nem szólt, mióta anya meghalt. Előtte beszélt? Igen. Álmában még most is beszél. Jó munkának tűnik. Tényleg? Megpróbálhatom. Fogd. Én parolok, te olvasol. Mit? Süt, kis... Jó, folytasd! Szűcs, sós, húst... Süt, kis, szűcs! Kivégeztétek a szőnyeget? Elnézést, Mr. O'Malley, az én hibám. Semmi baj. Végeztetek? Készen vagyunk. Jó. Akkor menjünk be. Mrs. Ryland az előbb hivatott téged. Igen, apa. Holnap, Samantha. Holnap. Köszönöm, hogy ilyen kedves vagy Nellyhez és a kicsikhez. Nem kell megköszönnie, uram. Nelly és a kicsik a barátaim. Ez Gárd bácsi! Az én Gárd bácsikám megérkezett Európából! Viszlát, Mr. O'Malley! Viszlát! Viszlát, Jenny és Bridget! Megérkezett a bácsikám! Viszlát! Megérkeztünk. Köszönöm. Gárd bácsi! Gárd bácsi! Angyalkám! Annyira hiányoztál. Te is hiányoztál nekem. Megjött az ajándék? Igen, imádom, csodálatos. Nos, van egy nagyobb meglepetésem is számodra. Mi az? Ha elmondanám, akkor nem lenne meglepetés. Elviszel kocsikázni? Valaki üdvözölni szeretne előbb. Hogy érzed magad, drágám? Remekül. Samantha, emlékszel még Miss Pittre? Kérlek, szólíts Cordéliának. Hello. Akkor mehetünk? Nem sokára.
Gárd szerint szeretsz olvasni, Sam. Samantha a nevem. Értem, Samantha. Gondoltam, ez tetszene neked. Óz a csodák csodája, a New York-i lányok imádják. Köszönöm. Hölgyeim, jöjjenek. De azt mondtad, hogy elviszel kocsikázni. Először köszönnünk kell nagymamádnak. Szabad. Ó, erre tessék. Anya! Oh. Gardner! Emlékszel Miss Pittre? Milyen kellemes meglepetés. Hogy van Miss Pitt? Remekül, köszönöm, Mrs. Edwards. Gardner megígérte, hogy értesíti a jövetelemről. Látom, elmulasztotta. Szeretem a meglepetéseket, te nem, Samantha? Később még tengernyi időnk lesz, hogy beszélgessünk. De most Mrs. Hawkins megmutatja a vendégszobát. Köszönöm. Erre, hölgyem. Köszönöm. Gardner! Igazán szólhattál volna, hogy vendéget hozol haza? Jól nézel ki, anya. Mm. Ah, ez a tiéd. Bűbájos. Meglátogatott mostanság az admirális. Gardner. Nézzük csak, mi valamire készültünk az imént, nem? Mire? Már nem emlékszem. Bocsáss meg, anya! Hová mentek? Gardner? Jó, most gyorsítunk! Így, négy! Láttad a Mona Lisát? Igen, láttam a Mona Lisát, nagyon szép. De sokkal izgalmasabbnak találom az új művészeti irányzatot, az impressionizmust. Igen? Monet és Manet műveit. Elég sokat voltál távol. Hogy boldogultak a vállalatnál nélküled? Ugyan már, észre sem vették, hogy elmentem, anya. Ez badarság, Gárd. Cornélia viszont fontos pozíciót tölt be New Yorkban. Szüfrazsett gyűléseket szervez a városban. Gárd, ez nem a megfelelő pillanat. Nem értem, miért kellene a nőknek szavazniuk. Az én generációm női tagjai ezer más módját ismerik annak, hogyan befolyásolják a dolgok menetét. Igen, de ha a nőkre is vonatkoznak a törvények, melyeket politikusaink hoznak, nem illenék kikérni a mi véleményünket is? Samanthának legalább annyi joga van beleszólni a politikába, mint a szomszéd fiúnak. Gárd bácsi, mikor fogod elárulni, mi a meglepetés? Várni akartam vele, de... Végre ide költözöl Bedfordba! Nem, de legalább olyan jó hír. Ez a gyönyörű nő végre beadta a derekát, és úgy döntött, hogy összeköti velem az életét. Ó, Gardner, olyan régi módi vagy. Már vagy egy éve tervezgetjük. Cornélia szülei már áldásokat adták ránk. Nos, hát akkor én is örülök nektek. Én is örülök nektek, Gárd bácsi. És mivel Cornélia családja külföldön él, ezért arra szeretnénk kérni, hadd legyen itt az esküvő. Tartatnánk a téli kertben. Olyan csodaszép itt. Július végére gondoltunk. Július? Idén? Igen, persze, hogy idén. Miért ilyen gyorsan? Nem akarok várni. Már megtaláltam álmaim hölgyét. Szeretném, ha te lennél a koszorús lányom, Samantha. Ő még olyan fiatal. A nővérem lesz a tanúm, a kislánya pedig az egyik koszorús lány, de kettő kellene. Na, mit szólsz? Mondj igent. Igen.
Samantha! Samantha! Szia! Tudom, hogy haragszol. Gárd bácsi, nem akarom, hogy megváltozzanak a dolgok. Kicsim, tudom, hogy az életed során több változásban volt eddig részed, mint másnak. De meglátod, Cornélia nagyszerű barátod lesz. Ha édesanyád élne, biztosan nagyon kedvelné őt. Gondolod? Biztos. Nagyon sokban hasonlítanak. Édesanyád is tele volt élettel, és most onnan fentről mosolyog ránk. És nevet a bozontos szemöldöködön. Ezt meg honnan tudod? Mindig ezzel ugratott. Te mondtad. Tudod, nagyon hiányzik nekem is. Annyira hasonlítasz rá. Főleg a lelked. Ugyanolyan makacs és kíváncsi vagy. Ah, ez meg mi? Ó. Saint Louis, a kiállítás. Ó, ne. Megígértem, hogy elviszlek, igaz? Sajnálom. Hogy kárpótolhatnálak? Ő tehet róla. Dehogy is, Samantha. Cornélia csodás teremtés, olyan... olyan gondoskodó és imádja a gyerekeket. Ha lesz saját családotok, engem elfelejtetek. Te vagy a családom. Az én angyalkám. Nagyon szép volt. Köszönöm, nagymami. Nagymami? Igen? Te szereted Cornéliát? Hogy én? Természetesen, Samantha. Hamarosan Gardner felesége és a te nagynénid lesz. Családtag. Bárhogyan is fáj, el kell fogadnunk, hogy a dolgok változnak. Mindannyiunknak méltósággal kell tudomást vennünk róla. Érted, amit mondok? Igen, nagymami. Odaadta az üveget Péternek, hogy minden este vegyen be belőle egy kanállal. De círmos, bolyhos és morcos tejet és kenyeret vacsoráztak. Vége! Hihetetlen, hogy milyen gyorsan tanulsz, Nelly! Már kiskorom óta titokban olvastam apa válla fölött. Lassan elkezdhetem tanítani Bridgetet is. Szervusztok! Megyek dolgozni. Nem maradnál egy percre? Azt próbálom eldönteni, milyen torta legyen az esküvőn. Tehát? Kóstoljátok meg mindkettőt, és mondjátok meg nektek, melyik ízlik. Citrom? Vagy mandula? Nekem a citromos ízlik, de a mandulás is nagyon finom. Talán újra meg kellene kóstolnatok. A citrom jobb. Egyetértek. Meg is vagyunk. A többit majd odaadom a kutyáknak. A torta nem való kutyáknak, hölgyem. Fáj tőle a hasuk. És különben sincs kutyánk. Ez igaz. Elfelejtettem. Odaadhatnánk Bridgetnek és Jennynek. Remek ötlet. Nagyszerű. Köszönöm, lányok. Szerintem nem olyan rossz. Ön mit viselt az esküvőjén? Belga csipkét. Milyen elegáns. A ruha tele volt apró gyöngyökkel, és a gyöngyök sejemszállal voltak körülöltve. És
Volt egy hatalmas szaténmasni épp a turnőr fölött. Turnőr? Igen, annak idején az nagyon divatos volt. Mesélj a fátyolról. Ó, a fátyol. Úgy nézett ki, mint egy csodaszép vízesés. Anya is azt viselte. Úgy nézett ki, mint egy angyal. És itt az anyag a koszorús lány ruhára. Nézd, nagymami, levendula! A kedvenc színed. Ilyen szép szín még sosem láttam. Samantha úgy készült arra a kiállításra. Kárpótolnunk kell őt. Egy időre elvinnénk magunkkal New Yorkba. Úgy is azt mondtad, hogy Francis nénikém gyengélkedik, nem igaz? Lehetetlen. Friss házas leszel. Egy gyerek csak láb alatt lenne. Hidd el, szívesen elvisszük. Hadd vegyük le a válladról ezt a terhet, anya. Csak egy-két hónapra. Ter. Elaludni. De egyre csak azt hallom, amiről egyfolytában beszéltek, el akarnak engem küldeni New Yorkba. Nagymami és Gárd bácsi. Azt mondják, teher vagyok. De hisz te reszkedsz, biztosan fázol. Mióta vagy idekint? Gyere velem, kérlek. Nem akarok egyedül lenni. Hittem, ez egy csónakház. Ez a titkos búvóhelyem. Mennyi szép dolog van itt. Anya és apa itt tartották a csónakunkat, de miután meghaltak, senki nem jött ide többé. Néha, amikor bejövök ide, úgy érzem, mintha még itt lennének. Szoktál így csinálni? Főleg olvasok, meg kívánok. Mit kívánsz? Az attól függ. Néha azt kívánom, hogy Eddie Island egy fának rohanjon. Máskor meg azt, hogy a szüleim itt legyenek. Apa azt mondja, nem érdemes ilyeneket kívánni. Csak olyat, ami valóra válhat. De én is sokat gondolok anyára. Ha elmegyek New Yorkba, annyira fogsz hiányozni. Írhatsz nekem minden nap. Te megválaszolsz. Hogy hívják? Lidiának. Ahogy anyát is. Még soha nem láttam ilyen szépet. Ha elmegyek, vigyázol majd rá. Komolyan? Igen, nem bíznám másra, csak a legjobb barátnőmre. Tudsz valamit a csillagokról? Egy kicsit. Az a fényes a kívánság csillag. Csillag az égen, ha meglátlak téged. Azt kívánom, teljesüljön a kívánságom. Végre megvagytok! Azonnal menj ki innen, Eddie! Fizes 10 centet és megyek! Mennyit kérsz azért, hogy soha többé ne szólj hozzám? Megtaláltam őket! Megvannak! 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 Mit képzelsz magadról, te buta lány? Az egész szomszédság téged keres! Ez egyszerűen felfoghatatlan. Az én cselédeim nem léphetnek más emberek birtokára, és nem alhatnak a szomszédok gyerekeivel. Sajnálom. Nem tudom, hogy történhetett. Az én hibám, Mrs. Ryland. Az én ötletem volt. Én kértem meg Nellyt, hogy jöjjön velem. Akkor is elvárom a szolgáimtól, hogy tisztességtudóak legyenek.
A lányok nem akartak rosszat. Ígérem, nem fordul elő még egyszer. Kérem, bocsásson meg. Még olyan fiatal is nem tudja, hogy hol a helye. Sajnálom, asszonyom. Többé nem fordul elő. Semmi baj, Nelly. Anya? Hm? Mi ez? Lídia képei. Lídia napló. Néhány hónap New Yorkban jót fog tenni Samantának. Persze, csak ha vállal. Persze, hogy vállal. Igen, nagymami. Csodás híreim vannak. Gárd bácsikád meghívott, hogy ősszel tölts vele és Kornéliával néhány hónapot New Yorkban. És ha te elmész a városba, alkalmam nyílik meglátogatni Francis nénit. Sajnálom, hogy kiraktam anya képeit. Ez nem büntetés, kicsim. Többé nem teszek ilyet, megígérem. Ha már nem marad más belőlük, csak az emlékük, azt mindig a közelünkben kell tartani. Csalódtam volna, ha nem lett volna egy kis szentélyed anyád számára. Ő is ilyen volt. Anya? Volt egyszer egy cicája, méből. Szürke kis szőrgombóc és egy kicsit kancsal is. Kancsal? Mindennél jobban szerette azt a cicát. Egy nap méből nem jött haza. Erre édesanyád összeszedte méből kedvenc dolgait, és a csónakházba vitte. Tényleg? Úgy, mint te. ...1904 nyara. Samantha! Hűha! Nem ez a legcsodálatosabb ruha, amit valaha is láttál. A legcsodálatosabb? Épp Kornéliához indultam, velem tartasz? Mese szép vagy. Mint egy igazi királylány. Van itt néhány ékszer, ami már régóta a család tulajdonában van. Ó, ez gyönyörű. Ezeket most neked adom. Ó, köszönöm, Mrs. Edwards. Jól állnak neked. Nagyon tetszenek. Nagyon szépek. Csodálatosak. Persze. Mondd meg, ha nem akarod. De, nagyon is. Jaj, a fátyol teljesen tönkrement. Sajnálom, Kornélia néni, nem akartam. Semmi baj, ne sírj. Nagyon szép vagy. Szeretnéd anya fátylát viselni? Oh, nem lehet. De igen, lehet. De hiszen ez gyönyörű. Nagyon szépen köszönöm. Segítene? Köszönöm.
Gardner, kérdelek téged hitedre. Akarod-e ezen itt jelenlévő nőt törvényesítve sedül elvenni, és akarsz-e Isten rendelése szerint vele szent házasságban élni? Mindenkor szeretve, vigasztalva, tisztelve és gondozva őt jóban, rosszban, és életed végéig hűségedet néki megtartva. Akarom. Cornélia, kérdelek téged hitedre. Akarsz-e az itt jelenlévő férfiú törvényes hitvese lenni, és akarsz-e Isten rendelése szerint vele szent házasságban élni, néki engedelmeskedni, őt tisztelni, jóban, rosszban, életed végéig hűségedet néki megtartva? Akarom. Ezennel házastársakká nyilvánítalak benneteket. Erősebben, Agatha! Kérlek ebből? Jól van, köszönjük. Te nagyon kedves vagy. Jó. Lassan egyél, ne siess le. Milyen szép esküvő. Cornélia jól elkapta őt. Mindig is tudtuk, hogy jól fog férhez menni. Annyira nem jól. Ezt hogy érted? Gardner unokahoga náluk fog lakni. Ó, szegény Cornélia. Egy kész családot kap egy hónappal az esküvő után. Viszlát! Viszlát! Köszönjük! Köszönjük! Éreztétek jól magad is, Cornélia! Isten vele, igyázz rá nagyon! Egy hónap múlva visszajövünk érted, és csodás heteket töltünk majd együtt, jó? Jól van, lányok! Dobom! Samantha, nagyon szép gesztus volt, hogy Cornéliának adtad édesanyád fájdalmát. Miattat tettem. Tudom. Érezzétek jól magatokat! Isten veletek! Viszlát! Viszlát! Viszlát, Gárpát! Minden jó! Samantha, ide! Nézd, mit találtam! Nem! De! Eddie Ryland pénzes üvegét! Láttam, ahogy megzsarolja a teljes embert ma reggel, és követtem őt! Mihez kezdjünk most ezzel? Tökéletes helyet tudok neki. Isten fizesse meg. Isten fizesse meg. Parancsoljon. Miért, drágám, ez nem elég? Minden nap írok. Már most hiányzol. Nekem is nagyon fogsz hiányozni, Samantha Parkington. Ugye nem felejtesz el? Elfelejteni! Észre sem veszed, és már itt is leszek, és aztán minden karácsonyt együtt fogunk ünnepelni. Nagyszerű! Ígérem. Meglátod, még New York sem szakíthat el minket egymástól. ...1904 ősze.
Sally, Gád bácsi, Cornelia néni és én. Ma sétáltunk egyet a városban. Először a Madison Square-re mentünk, és megnéztük a Fuller házat. Küldök egy diát. Vasalóháznak hívják. Nem furcsa, hogy egy fém után nevezték el? Jaj, Nelly, olyan sok ember van itt a világ minden tájáról. Más-más nyelveken beszélnek, kiabálnak, nevetnek. Olyan hangosan, hogy a fülem is belefájdul. Az utcák automobiloktól és lovaskocsiktól zsúfoltak. Van úgy, hogy lépni is alig lehet. Gárd bácsi azt mondta, hogy jövő hónapban megindul a föld alatti. A városházától egészen a Harlem Meadowsig szállítja majd az embereket, alig 15 perc alatt. Képzel csak el! Ja, és megkóstoltam a gesztenyét, ahogy mondtad, de az illata finomabb, mint az íze. Jó napot! Jó napot! Egyet kérek! Tessék, hölgyem! Köszönöm! Egészségére! Az iskola elég jól megy. Bemutatom nektek az új osztálytársatokat. Samantha Parkingtont, aki Mount Bedfordból érkezett közénk. Nagy változás. Igaz, Samantha? Igen. Elmesélnéd nekünk, milyen az élet Mount Bedfordban? Nos, először is Mount Bedford nem egy hegy, hanem házak, templomok és egy folyó. Melyik folyó az? A Hudson. A Hudson. A Hudson. Elnézést. Semmi baj. Mindannyian izgulunk, ha egy új helyre kell beilleszkednünk. Tehát a folyó a Hudson ugyanaz, amely Manhattantől nyugatra folyik. Sokkal jobb lenne, ha te is itt lennél velem. Nagyon hiányzol, Nelly. Írj, amint tudsz. Barátnőd, Samantha. Kedves Samantha, ne haragudj, hogy csak most írok, de apa nem érzi jól magát mostanában, ezért néhány feladatot átvettem tőle. A bácsikát háza csodálatos lehet, mint azok a csupa márvány és kőházak, amiket apa mutatott nekem. Nekem is nagyon hiányzol, Samantha. Alig várom, hogy visszatérj. Ölel, barátnőd. Mrs. van der Geld zuhany szereltetett. Múló hóbort. Olyan, mint az eső? Pontosan, csak ez bent van a házban. Alász, és ömlik rád a víz. Nevetséges szerkezet. Abszurd. Biztos gyorsan el is romlik majd. Hát persze. És gondolom, szeretnél egyet. Természetesen. Ó, a nagymama. Meglátogatta az admirálist. Mi ezen olyan vicces? Nos, az admirális évente legalább kétszer megkéri anyám kezét, ha nem többször. Ó, értem, miért mondta, hogy elsietjük a dolgot. Jó reggelt, osztály! Jó reggelt, Miss Stevens! Ma egy izgalmas bejelenteni valón van. Iskolánk egy szónokversenyt hirdet Fejlődés és haladás Amerikában címmel. Ezzel kapcsolatban írhattok beszédet. Mindenről, ami modern és új. Igen, Edna? Írhatok a telefonról? A telefon nagyszerű ötlet. Valaki más? Samantha? Gyárak. Ez is remek ötlet. A gyárak jelentősen megkönnyítik a városlakók életét. Gondoljatok bele. Igen, Emma? A bácsikámnak van egy gyára. Arról is írhatok? Arról írtok, amiről szeretnétek. 12 szónoklatot fogunk kiválasztani. A 12 szónok a karácsonyi ünnepségen mondhatja el a beszédét. A fogalmazásokat hálaadásig várom. Ideje, hogy változtassunk a dolgok menetén. A nőknek szavazniuk kell. Itt az idő, hogy kinyissuk a szánkat. Ennek érdekében Mrs. Winthrop és Mrs. van der Geld egy békés tüntetést szervez a Madison Square Parkba kedhez egy hétre.
A 45 állam mindegyikében hasonló megmozdulás lesz ezen a napon. Gratulálok, Szíten! Fantasztikus ötlet! Drágám, remélem eljött. Örülök, hogy találkozhattam veled, Samantha. Én is örülök a találkozásnak. Mindig örülök, ha ilyen ifjú hölgyek is részt vesznek a gyűléseinken. Te is szeretnél majd szavazni? Én nem tudom. Nem. Nem is kötelező. Igazán van, Mrs. van der Geld? Igen, kedvesem, így van. A jogért harcolunk, nem a kötelezettségért. Jó éjt, Samantha. Jó éjt. Köszönöm. Én is, kedves. Elnézést. Viszontlátásra. És hamarosan felváltják a géppel készültek. Gerd bácsi! Angyalkám! Milyen volt az iskola? Jó volt, köszönöm. A beszédemet gyakorlom. Szeretnéd hallani? Természetesen. A gyárak Amerika fejlődésének pillérei. Tökéletes és mindannyiunk számára elegendő terméket gyártanak rövid idő leforgása alatt. Munkát biztosítanak a munkanélkül maradtaknak. A kézzel készült termékeket hamarosan felváltják a géppel készültek. Köszönöm, Gertrude. Le vagyok nyűgözve. Itt a posta. Szervusz, életem. Kaptam levelet? Mindannyian kaptunk képeslapot a nagymamától. Nellytől semmi. Sajnos nem, kicsim. Hetek óta nem hallottam felőle. Ó, jött egy levél Mount Bedfordból, Mrs. Hawkins írta. Mi van benne? Istenem. Mi az? Nelly édesapja meghalt. Influenzában. Ne. Szegény Nelly. Megnézhetem. Azt írja, hogy Mrs. Ryland egy árvaházba küldte a lányokat. Ide, New Yorkba. A hideg sziklába. Tudod, hogy merre van? A közelben? Nem nehéz kideríteni. Meglátogathatjuk őket, Gárd bácsi. Ígérem, megszerzem a címet, és holnap hazafelé beugrom az árvaházba. Kedves Nelly, most kaptam a hírt édesapádról. Annyira sajnálok mindhármótokat. De Gárd bácsi megígérte, hogy meglátogatunk titeket, amilyen gyorsan csak lehet. Írja, mint tudsz, Nelly. Barátnőd, Samantha. Hideg szikla árvaház. A zongora órámra gyakorlok. Szeretném hallgatni, nem baj. Ez csodaszép volt, Samantha. Segítenél? Gárd bácsi szerint anyára emlékezteted őt. Köszönöm, de ezt bóknak veszem. Emlékszem a hajára. Csikizte az arcomat, mikor puszit adott. Nem is tudom, hogy jutott eszembe, de utálta a tyúkokat.
A tyúkokat? Utálta őket. Ó, ez Gárd. Gárd bácsi. Szervusztok. Ha rátok nézek, úgy érzem, én vagyok New York legszerencsésebb férfia. Megtaláltad az árvaházat? Igen. Ó, ez csodás. Hogy van Nelly? Nos, nem találkoztam vele. Hogy? Az árvák nem találkozhatnak idegenekkel, kivéve, ha az örökbe akarja fogadni őket. Ez nevetséges. Miért? Minden intézetnek mások a szabályai. Most elkitalálunk, hogy találkozhatnék velük. Mr. és Mrs. Vandergelt több New York árvaházat is támogatnak. Lehet, hogy a hidegszikla is köztük van. Elnézést. Halló? Kapcsolnál kérem a Vandergeld rezidenciát az 5. sugárúton? Mrs. Edwards vagyok. Mrs. Frouchy már vár minket. Köszönöm. Azonnal szólok neki. Ön bizonyára Mrs. Edwards. Már vártuk önt. Örvendek. Mrs. Vandergelt szólt az ön látogatásáról. Nagyon elismerően beszélt önről. Önről is, Mrs. Frouchy. Mrs. Vandergelt a legbőkezűbb adományozónk. Megmutatná nekünk az intézetet? Természetesen. Jöjjenek. Lillian, köszönjük. Ó. Köszönöm. Várj, Nancy! Ne beszélgess! Asszonyom? Gondolom, egyetért velünk abban, milyen fontosak a szabályok a lányok számára. Engedelmesség, rend és fegyelem. Ezek segíthetnek nekik új otthon találni. Itt a fiatalabb lányok hálószobája. Mindig ilyen sokan vannak. Nincs is elég ágy ennyi gyereknek. Két lány távozik most tőlünk. Vidékre kerülnek egy jó házba. Ma búcsúztatjuk őket. És ez a nagyobb lányok hálóterme. 9-től 16 évesig. Adhatunk nekik gyümölcsöt? Természetesen. Nagyon tisztelettudó kis hölgy. Köszönöm. Szóval, hány gyermek is van a gondjaira bízva, Mrs. Frouchy? Nos, a gyerekek száma változó. Nelly! Ah, Samantha! Mit keresel itt? Jól vagy? Olyan sápadnak tűnsz, és milyen hideg a kezed. Tessék, itt a kesztyüm. Láttad Bridgetet és Jennyt odalen? Nincs semmi bajuk. Te nem láthatod őket? Nem hagyják, hogy együtt játszunk. Szerintem azt hiszik, hogy elhagytam őket. Nem maradhatsz itt. Kiengednek valamikor? Csak amikor kiviszem a hamut. Minden nap négykor. Hagyjuk a lányokat pihenni. Mehetünk, Samantha? Négykor találkozunk az udvaron. Igen! Minek az a kosár? Kabátoknak. A kabátok a szekrénybe valók.
Ide azokat lehet rakni, amiket már nem használtok. Mire kellenek a régi kabátok? Egy árvaháznak. Szükségük van mindenféle ruhaneműre, kesztyűre, sapkára, mindenre, ami meleg. Nincs senkiük. Segítenünk kell. Rám ne számíts. Van néhány kabátom, amiket már kinőttem, és kesztyűim is. Holnap elhozom őket. Köszönöm. Tetszenek a képeid? Köszi. Igen, Mrs. Edwards, Mrs. Froge már várja önt. Hoztunk egy kosár töklepényt és nyalánkságokat hálaadásra a gyerekeknek. Bevihetnénk a konyhába? Majd én elintézem. Erre tessék. Én majd idekin várok. Rendben. Nelly! Nelly! Oh! Megtaláltál! Tessék, hoztam neked egy kis sajtos kiflit. Köszönöm, Samantha. Mrs. Frouchy azzal fenyeget, hogy kirak, ha nem leszek jó. Micsoda? Elküld az árva vonattal, hogy egy távoli országban fogadjanak örökbe. Mrs. Frouchy szerint a farmokon imádják a hozzám hasonló lányokat. És Jenny meg Bridget. Ők még nagyon fiatalok. Ha én elmegyek, soha többé nem látom őket. Akkor nem mehetsz el. Nektek együtt kell maradnotok. Majd kitalálok valamit. Nem engedhetem, hogy ez megtörténjen, Nelly. Hallotta, Gertrude? A mi Samanthánkat választották ki, hogy a karácsonyi ünnepségen szónokoljon. Ez csodálatos. Nem csak engem, 12 lányt. Akkor is komoly elismerés, hogy köztük lehet Samantha. Kár, hogy anya nem lehet itt. Nagymama majd akkor hallgatja meg Samantha beszédét, ha hazajön. Ó, ezt nézzétek! Nincs kandó! Csodálatos! Az első hálaadásunk. Bárcsak mindenki olyan áldott lenne, amilyenek mi vagyunk. Ezt szépen mondta, Samantha. Egy fohászt? Uram, köszönjük az ételt, az egészséget, az erőt és mindent, amit tőled kapunk. Ámen. Ámen. Nelly! Gyere, minden készen áll, sietnünk kell. Tessék, Samantha, miről beszélsz? Ha most nem megyünk, akkor soha. Megyünk. Hová? Hozzánk, gyertek mind. Mi a baj? Félek. Nyugodj meg. Nem lesz semmi baj. Szaladj, szólj Bridgetnek és Jennynek, és az öltöző előtt találkozunk. Menj már! Jenny! Jenny, nézd! Gyerünk, lányok! Most mennünk kell! Mit keresel itt? Adományt hoztam a lányoknak, a ruhákat. Igen? A nénikémmel szoktam jönni. Aki jó barátságban áll Mrs. Van der Gelddel. Általában az öltöző előtt szoktuk hagyni a dobozokat. Jó, mehetsz. Köszönöm. Nelly! Hol vagytok? Samantha! Tegyem be a bankba az adományt, Mrs. Frouchy. Adja ide, majd én elintézem. Vigyázok rá. Igen, asszonyom. Nézze meg, mi van a lányokkal! Befelé! Bridget, az asztal alá! Thank you.
Ki van ott? Nyomás! Hé! Bridget, gyere, utas! Állj! Tolvaj! Állj, csendben őket! Húzzatok gyorsan! Állj! Állj! Futás! Ne álljatok meg! Állj! Tolvajok! Sietszünk, gyorsabban! Valaki elrabolta a lányaimat, meg az adományt! Az egészet! Gyerünk, lányok, fussatok! Bridget, Nelly, gyerünk! Bridget, Nelly, gyerünk már! Jenny, gyere! Menjetek! Gyerünk, lányok! Menj, Jenny, menj! Vacsora! Csss! Maradj csöndben, Bridget! Ha elkapnak, bajba kerülünk, és nem csak mi, hanem Samantha is. Miért nem élhetünk itt? Mert a mi gyámunk az állam. Mrs. Frouchy ezt mondta, hozzátartozunk. Az államhoz? Igen. Ha valaki megtalál minket, akkor visszavisznek. Csöndben kell maradnunk, megértetted? Nem lesz semmi baj. Egyetek, van itt pulyka, saláta és áfonya. Lassan, Jenny. Tiszta pizsomát raktam az ágyatokra. Hogy rendezted be ezt itt? A Gertrude úgy tudja, egy családnak kell. Ez így is van. Olyan jó meleg van. Jaj, ne, hazajöttek, majd később feljövök. Hogy köszönhetnénk meg ezt neked? A barátom vagy. Erre valók a barátok. Samantha itthon töltötte a délután. Biztos? Samantha! Igen? Van még kérdése? A nevelőnő azt mondta, hogy nemrég az árvaházban látta őt. Néhány lányom eltűnt a 200 dolláros adománnyal. Most mire céloz? Ha kiderül, hogy mégis ő volt, jelentem a hatóságoknak. Itt ne fenyegetőzzön! Szép napot! Mondom, szép napot! Remélem, nem jönnek rá. Gondolod, hogy tudja? Nem tudom. Azt mondta, elmegy a rendőrségre. És hogy mi vettük el a pénzt. De hisz ez hazugság. Jaj, Samantha, nem akarom, hogy miattam kerülj bajba. Amilyen gyorsan csak lehet, munka után nézek, hogy tudjunk bérelni egy szobát. Valaki biztos felfogad. Hiányzik apa. Ne aggódj, Nelly. Nem hagyom, hogy baj történjen veletek, megígérem. Bíz bennem. Gertrude-nak volt egy látogatója. Mrs. Frouchy. És mit akart? Nehéz megmondani, asszonyom. Nekem úgy tűnt, hogy lopással vádolja Samanthát. Meg kell állítanunk azt a nőt, Gárt. Kedves nagymami, mindjárt itt a karácsony, és már alig várom, hogy lássalak. Kornéliával díszeket készítünk a karácsonyfára, meg gyümölcskalácsot sütünk, sőt, szilva pudingot is, bár nem biztos, hogy jól csináltuk. Hm.
Mióta Nelly is New Yorkban van, már csak te hiányzol. Csókol, Samantha. 1904 tele. Keresel ide lenn. Valami baj van. Mi történt? Mi a baj? Rendben van. Felmegyek veled. Bridget, jól vagy? Lázas vagy. Tűz forró. Tudod, hová menne Nelly? A munkát indult keresni. Ide ment Jenny. Fiatal lányokat keresünk gyári munkára. Írd fel a neved a listára. Ha nem tudsz írni, tégy egy X-et, aztán állj be a sorba. Ne ordíts! Te jó Isten! Úristen! Ha a tű eltörik, levonom a béredből! Ne! Hallgass! Nézd, eltörted a tűt! Hadd lám, mi történt! Tűnj a szemem elől! Gyere ide, megnézem, mi van vele. Forítsd rá erősen. Üresedés van. Figyelj oda, te is így jársz. Te jó Isten. Tovább. Gyerünk. Gyorsan. Uram. Igen. Uram, egy barátomat keresem. Ez nem te a délután. Állj vissza a sorba, majd 7 óra után találkozhatsz a barátoddal. De ez nem várhat addig, uram. Vészhelyzet van. Ó, már látom is! Hey! Nelly! Nelly! Gyere! Hé! Hey! Ha ott hagyod a gépet, nincs többi munkád! Ez a szabály! Bridget beteg! Gyere! Döntsd el, kislány! Ha elmész, ide nem jöhetsz vissza! Rendben, újabb üresedés! A következő! Miért nem mondtad, hogy milyen gyárban dolgozni? Senki nem kíváncsi arra, hol készül a szoknyája, csak arra, hogy készen legyen. Mindegyik gyár ilyen. Amit én láttam, mind. Aggódom, Samantha. Nem akarom Bridgetet is elveszíteni. Gyere, fussunk! Tűzforró a homlok a Samantha. Még soha nem láttam ilyennek. Miattam történt. Olyan hideg van itt. Angyalkám, közeleg a nagy nap, igaz?
Hogy állsz a beszéddel? Ideges vagy? Alig várom, hogy végighallgassam. Beszélnem kell veletek. Most. Hallgatunk. Valami rosszat tettem. Segítenetek kell. Nelly húga Bridget. Beteg. Odafenn. Odafenn? Teljesen kiszáradt. Néhány hétig ágyban kellene maradnia, hogy újra erőre kapjon. Persze, doktor úr. Jobban van már? Még nem. A lányok itt maradnak, amíg a beteg fel nem épül. Holnap reggel majd újra benézek. Köszönöm, doktor úr. Kikísérem. Gertrude megágyaz nektek Samantha szobájában. Menjetek fel, én Bridget mellett maradok. Samantha azért hozott ide, hogy engem ne küldjenek egy távoli országba a testvéreim nélkül. Családokat nem választhatnak szét. Sok olyan dolgot tesznek, amit nem szabad, asszonyom. Jó ét, és köszönjük a kedvességüket. Jó ét, Nelly. Jó ét, Nelly. Jó ét, Jenny. Gertrude? Jó ét, Jenny. Jó ét, Nelly. Sajnálom, Gárd bácsi, Cornelia néni. Nem szegheted meg a törvényt, még akkor sem, ha úgy érzed igazságtalan. Nem tehettem mást. Tudod, hogy hozzám mindig fordulhatsz, nem? Ti még engem sem akartatok. Miért akarnátok valakit, aki nem is a rokonotok? Ki mondta, hogy nem akartunk téged? Cornelia néni barátai. A barátaim? Az esküvőn. Azt mondták, gyalázat, hogy ide jövök. Oh. Jaj, Samantha, egy percig se gondolt, hogy így érzek. Ők csak féltékenyek és irigyek voltak. Te vagy a mi családunk, Samantha, és velünk maradsz. Köszönöm. Nem nyúltunk Mrs. Frouchi pénzéhez. Tudjuk. Ne küldjétek vissza Nellyt. Nem mehetnek vissza. Nincs más választásunk. Értesítenünk kell a hatóságokat. Ne! Kéred csészeteját? Köszönöm, nem. Rövid leszek. Mielőtt szólna, hadd mondjam el, hogy nem jelentem fel a Parkington lányt. Ha visszaadja a pénzünket. Azt mondja, nem ő vette el? Ó, igen. Karácsony közelettével csak az olyan nagy lelkű támogatókban bízhatunk, mint amilyen ön is. Nem okozhatunk csalódást a gyerekeknek. Így van. Épp ezért bocsátjuk el ön, Mrs. Frouchi. Hogy? De miért? Az igazgató tanács elégedetlen a munkájával, nem börtönt akartunk létrehozni, és legjobb tudomásom szerint az adományaink is rossz helyre kerültek. Ez nem igaz, ugye? De. Ez igaz. Szép napot. A gyárak sok jó terméket gyártanak, és ezért bennük rejlik Amerika fényes jövője. És az utolsó szónokunk Samantha Parkington. Az amerikaiak büszkék a haladásra. Büszkék vagyunk a modern korra, büszkék vagyunk a gyárainkra és a termékeinkre. Az őszinteségünkre is büszkék vagyunk.
Múlt héten ellátogattam egy gyárba, és nem azt láttam, amiről annyit hallottam. Fiatal gyerekeket dolgoztatnak. Kora reggeltől késő estig. Koszosak. Fáznak. Nem mehetnek ki. Nem járhatnak iskolába, ahhoz pedig túl fáradtak, hogy játszanak. Bántják őket. A saját szememmel láttam. Ha a gyárainkban bántalmazzák a gyerekeket, akkor a fejlődés nem jó irányban halad. Nem ezt a beszédet írtam le, de ezt a beszédet kell elmondanom. Az amerikaiak kedvesek és jók. A kedves és jó emberek gondoskodnak a gyerekekről, és nem csak a sajátjaikról. Ha így teszünk, akkor valóban büszkék lehetünk a gyárainkra és a haladásra. Köszönöm. Igen, igen. Remek volt. Büszkék vagyunk rá, nagyon. Nagy mami! Hát eljöttél. Igen. Úgy hiányoztál. Te is nekem. Ti tudtátok, hogy jön? Meg akartunk lepni téged. Nagyszerű voltál. Honnan tudsz ennyit a gyárakról? Nellitől. Ott dolgozott, én meg elmentem is. Ne haragudj, emlékszel Beamis admirálisra? Örülök, hogy újra látom admirális. Lenyűgöző volt ez a szónoklat, Samantha. Nem csodálom, hogy nagyanyád annyit áradozik rólad. Elnézést. Samantha, ez nem az a beszéd volt, amivel a versenyre beneveztél. Átírtam, amikor láttam a valóságot. Sajnos ezért ki kell zárnunk a versenyből. Kizárni? Azért, mert igazat mondott? Engem meggyőzött, és én szigorú bíró vagyok, higgy el. Két ember kell az igazsághoz. Egy, aki mondja, és egy másik, aki hallgatja. Elnézést kérek. Szeretném, ha a nő egylet előtt is elmondanád a beszédet. Nagyon büszkék vagyunk rád. Hogy érzed magad? Úgy érzem, Gertrud túlhajszolt. Ezért egy kicsit lassú. Lassú. Segítség kell neki. Egy cselszövőt neveltél, Cornélia? És különben is, túl nagy a ház ahhoz, hogy egy ember tartsa rendben. És hány cselédre lenne még szükségünk? Háromra. Vagyis négyre, Gertruddal együtt. És ha gyakrabban jövök látogatóba... Miért csak ha? Több segítségre lesz szükségetek. Rendetlen vagyok. Samantha. Cornélia és én azt reméltük, hogy velünk szeretnél maradni. Örökre. Hagyjam ott Mount Bedfordot. Örökre. És mi lesz nagymamival? Nem akarom egyedül hagyni. Emiatt ne aggódj, ugyanis anya végre beleegyezett, és... Ne! Igent mondott az admirálisnak. Ezért reméltük, hogy inkább velünk maradnál. Mit mondasz, Samantha? Elfogadsz minket? Lássuk csak. Igen. Köszönjük. Majd én elteszem. Köszönjük. Tessék. Ez gyönyörű! Nagymami! Ó, Samantha! Ki csinálta? Én! Egy kis segítséggel! A legszebb fa, amit valaha láttam! Biztos elfáradtál! Pihenned kéne! Tényleg? Kivéld magad! Kinyithatjuk az ajándékokat? Még nem! Nem, azt nem! De elkezdheted írni a levelet a Mikulásnak. A konyhában forró csoki vár. Gertrud? Gárd bácsi,
A télapó tudja, hogy Nelliék is itt laknak. Igen, Samantha. Hidd el, ő mindent tud. Oda. Hadd lám az üzeneteket a télapónak. Nellié és Jenny. Bridgetét is megírod, Samantha. Jó. Így, tegyünk ki tejet a télapónak, biztos nagyon szomjas. Ez meg mi? Az árvaházi. Micsoda zsákmány? Ez semmi. Cornelia holnapra igazi lakomát rendezett, fél New Yorkot rávette, hogy adjanak ajándékot, ételt, ruhákat. Én is segíthetek. Ó, természetesen. Nem hiszem el, hogy itt vagyunk. Oly csodás, hogy együtt lehetünk. Ez a legkedvesebb karácsonyom. Kíváncsi vagyok, jövő ilyenkor hol leszünk. Kívánjunk! Valahol. Biztos fénylik a kívánság csillagunk. Kívánj te is, Nelly! Hunyd be a szemed és kívánj valami olyat, amit eddig még soha. Megvan, Samantha. Megvan. Boldog karácsony, Bridget! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Bridget, hogy van a kisbeteg? Éhesen! Hát, akkor ünnepeljünk! Éjjelkom! Karácsony van! Végre! Várjatok, lányok, mielőtt megnéznétek, hogy mit hozott nektek a Mikulás, szeretnék mondani valamit. Gárd bácsi! Samantha arra kért minket, hogy tartsunk meg titeket cselédnek. Köszönöm, uram! Keményen fogunk dolgozni, éjjel-nappal! Sajnos nekünk nincs szükségünk több cselédre, viszont Samantha is itt fog élni velünk ezután. És neki szüksége lenne valamire, amit most meg is kap tőlünk. Három testvér kell neki. De nem akármilyen testvérek, titeket akar. Hárvitokat. Na, mit szóltok? Ó, igen! Samantha testvér! Testvér! Cornelia néni és én szeretnénk, ha a lányaink lennétek. Együtt élhetnénk ebben a házban, mint egy szép nagy család. Szeretnéd, Bridget? Nagyon! Jenny? Jenny? Jenny azt mondja... Azt mondom, igen. Megszólalt. Kicsit beszélsz. Az én lányom. Boldog karácsony. Boldog karácsony mindenki. Jaj. Ó, de szám. Na, mit tetszik? Gyönyörű. Nézd csak. Látod? Ez a tiéd! Ó, te tiéd! Kicsi! Köszönöm! Nézzük meg ezt! Tegyük fel a tiszt! Tessék! Köszönöm és boldog karácsony! Alig várom, hogy lássam az arcukat! Boldog karácsony! Köszönjük! Boldog karácsonyt önöknek is! Gyertek! Köszönöm! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Köszönöm! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Tessék, boldog karácsony! Nagyon szépen! Nézd, Leszi! Köszönöm! Boldog karácsony! Köszönöm! Karácsony! Annyira örülök! Én is! Az első hó. Szerinted álmodunk? Ha igen, akkor soha nem akarok felébredni.